Szeretettel köszöntöm a videó nézőit. Most annak járok utána, hogyan lettünk a multik gazdasági gyarmata. Ennek véget kell vetni, hogy a globális nagy tőke letarolja ezeket az országokat. Ugye különösen a másodosztályúnak tekintett volt kommunista országokat. Ennek mi lesz vége? Hogy mi lesz helyette? Magyarország egy csodálatos adottságokkal rendelkező ország. Remek termőföldünk van, volt egy csodálatos mezőgazdaságunk. A magyar emberek tehetségesek. Miért ne tudnánk mi saját gazdaságot építeni? Rövid kérdésem tehát az, hogy változtatni akar-e a kormány azon a gazdaságpolitikán, ami a multikat, a globális nagyvállalkozásokat segíti a magyarok, a magyar önkormányzatok és a magyar vállalkozások helyett. Köszönöm. Úr, a kormánypártok úgy látják, hogy az elmúlt 12 év gazdaságpolitika kifejezetten sikeres volt. Úgyhogy nem változtatni kell rajta, hanem erősíteni kell. Hát hogyha egy országban el tudjuk érni azt, hogy egy év alatt 1 millió új munkahely jön létre, azon a gazdaságpolitika nem változtatni kell, azt folytatni kell. Morvai Krisztina nyilatkozata és Toroczkai László elnök úr miniszterelnök úrral folytatott vitája között csak nem 12 év telt el. Az Orbán kormány gazdaságpolitikája mit sem változott ez alatt az idő alatt. A politikai túlélés érdekében ingyen pénzt és adókedvezményeket ad a multiknak, lebetonozza a legjobb termőföldeket, hogy elmondhassa, hány új munkahely jött létre és nőtt a GDP, miközben gazdasági függőségbe taszítja az országot. De vajon miért éri meg a multiknak Magyarországra jönni? Mert abban biztosak lehetünk, hogy nem a legendás vendégszeretetünk és az ország páratlan természeti adottságai vonzzák őket. Sokkal inkább az olcsó munkaerő az egyetlen dolog, amivel versenyképesek vagyunk az Európai Unióban. Ez rendkívül elkeserítő. A külföldi székhelyű és tulajdonú nemzetközi nagyvállalatok támogatása az úgynevezett beruházás ösztönzési célelőirányzatból történik, ami nem az Orbán kormány vívmánya, még a baloldali kormányzás idején 2003-ban hozták létre. A cél a működő tőkebeáramlás elősegítése, a munkahelyteremtés ösztönzése érdekében. A támogatás nyújtása a kormány egyedi döntése alapján történik. Magyarország borsos árat fizet a beruházásokért. A külgazdasági és külügyminisztérium adatai alapján 2004. júniusa és 2022. áprilisa között 377 multi cég 7700 milliárd forint összegű beruházás megvalósításához csaknem 1000 milliárd forint visszanemtérítendő támogatásban részesült. A magyar állam tehát a beruházások költségének több mint 10%-át magára vállalta. Ebben még nincs benne a kínai CITL által Debrecenbe tervezett óriás akkumulátorgyár támogatása, mivel a kormány az állami támogatás összegét még nem, csak a beruházás 3000 milliárdos értékét hozta nyilvánosságra. A támogatásért cserébe a multik az elmúlt 18 évben összesen 100 ezer új munkahely létrehozására szerződtek. Ami nagyságrendekkel elmarad a miniszterelnök úr által említett 1 millió új munkahelytől. Még akkor is, ha időközben bővítést hajtottak végre. Ráadásul 2020 óta egyre több támogatásnál a kormány nem új munkahelyek létrehozására, hanem pusztán a fejlesztésekre adja a pénzt. Például a dél-koreai SK On Hungary Kft. Az iváncsai akkumulátorgyár építéséhez úgy kapott 76 milliárd forintot, hogy egyetlen új munkahely létrehozását sem kellett vállalnia. A kormány a legtöbb támogatást, 250 milliárd forintot éppen a Covid idején 2021-ben osztotta ki. Ez is azt mutatja, hogy a válságból való kilábalás egyetlen eszközének a beruházás ösztönzést tekinti. A teljes támogatási összeg felét, 500 milliárd forintot németországi és újabban dél-koreai nagyvállalatok járműiparra és akkumulátorgyártásra kapták. 10 milliárd forint feletti támogatásban 16 cég, illetve cégcsoport részesült. A legtöbbet, mintegy 150 milliárd forintot a dél-koreai SK Battery és Samsung cégcsoportok akkumulátorgyárai kapták, emellett az Audi 36 milliárd forintot, a Mercedes 35 milliárd forintot kapott. Az 1000 milliárd forint támogatás mellé több 100 milliárd forint adókedvezmény is járt a multiknak. Továbbá a leendő gyárak területén a kormány infrastruktúra fejlesztést hajt végre. Például
a BMW debreceni gyárának létesítéséhez 120 milliárd forint összegben. A beruházások felgyorsításához az adminisztratív kiskapukat nemzetgazdasági jelentőségi minősítések osztogatása és a különleges gazdasági övezetek kijelölése jelenti. Még azon az áron is, hogy a termőföldek elkútyavetyélése és a környezetvédelmi szempontok figyelmen kívül hagyása súlyos ökológiai katasztrófával fenyeget. És mit kap cserébe Magyarország? A kormányzati kommunikáció alapja a gazdasági növekedés hangsúlyozása, ami megnöveli a GDP-t és így a beruházások értékét. Hozzáteszik még az új munkahelyeket és a profitot egyaránt. Ugyanakkor mára egyértelművé vált, hogy a magyar munkaerőpiac az új üzemek munkaerőigényeit nem képes kielégíteni. Ezért külföldi munkaerőre van szükség, ami nem a magyar nemzetgazdaságot szolgálja. Ez egy nagyon erős érv volt ugye a Samsung mellett, hogy itt mennyi magyar embernek, főleg gödieknek van lehetőségük álláshoz jutni. Hát ez nagyon nem így van. Az elismert dolgozói létszám az 3200 fő. Ennek a dolgozói létszámnak a fele magyar munkavállaló, a másik fele 48-50% pedig külföldi, a többségében ukrán, ezen kívül koreai, vietnámi dolgozók vannak. Alig 100 gödi munkavállaló van. A GDP értékét az is torzítja, hogy a multik a megtermelt profitot nem Magyarországon fektetik be, hanem hazaviszik az anyaországba. A céginfo.hu adatai alapján 2004 és 2021 között a beruházás ösztönzési támogatásban részesült nagyvállalatok ötöde osztalék formájában összesen 13.700 milliárd forint profitot vitt ki az országból, ami a beruházás összegét is meghaladja. A számadatok azt mutatják, hogy a kormány gazdaságpolitikája hosszú távon zsákutca. A Mi Hazánk mozgalom felháborítónak tartja, hogy a Fidesz 12 év kormányzás után sem rendelkezik valódi nemzetgazdasági stratégiával. Hazánk a multik összeszerelő műhelyeként működik. Követeljük azt, hogy a kormány a multik támogatása helyett a KKV szektorra építse az önálló nemzetgazdaságot, és ennek alapját ne az akkumulátorgyártás, hanem a hazai mezőgazdaságra épülő élelmiszeripar jelentse.